A válogatott játékosokat felvonultató répcellak ellen jól kezdtek a hazaiak, a 616 fáig jutó Szlovenszky Tibor pontot szerzett az első körben, amely után mindössze 20 volt az NTK hátránya. A középső harmadban elléptek a vendégek, így a záró részben már csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e újabb pontot szerezniük a nyíregyháziaknak. Szegő Levente végül jobbnak bizonyult riválisánál, így 6-2-es répcellaki győzelemmel ért véget a mérkőzés. A vereség az mindenképpen papírforma, de a 6-2-es arányú különbség az egyáltalán nem papírforma. Abszolút benne volt ebbe a répszalki csapatba, hogy ők 8-0-át szerettek volna velünk játszani, illetve tavaly 7-1-re diadalmaskodtak felettünk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen fejlődött ez a nyíregyházi csapat, és abszolút nem felemelt kézzel játszottunk, és azt mondom, hogy bőven volt tanulsága ennek a mérkőzésnek, és igenis érdemes volt ezekkel a jóval egyrősebb játékosokkal megmérkőzni, és végül is magunkat is egy kicsit felmérni, hogy mennyire vagyunk képesek, meddig tartjuk velük az iramot, úgyhogy mindenképpen egy nagyon jó mérkőzés volt számunkra. Szombaton a 15. Kárpát-kupának lett volna a házigazdája az NTK, azonban a romániai Marosvásárhely nemzetközi kupakötelezettsége, a szerbiai Magyar Kanizsa pedig a déli határon kialakult helyzet miatt lemondta a szereplést, így a nyíregyházi klub vezetése úgy döntött, hogy nem rendezi meg a versenyt.